Sziasztok! A mai adásban egy sokoldalú, őszinte, egyensúlyra törekvő, tevékeny ember lesz a vendégem. Ezt az alapján jelentetem ki, ahogy eddig volt rá alkalmam beszélgetni és megismerni őt. Tóth Ferenc, táncoktató, üdvözlöm a műsorban. Én is. Az első kérdés, mire jó a tánc, mit adhat egy ember életében? Én azt szoktam mondani, hogy a tánc háromféle táplálékot ad. Fizikai táplálékot, mert a tánc közben minden izmod megmozdul. Akkor a lelki táplálék, akármilyen szomorú vagy, stresszes állapotban vagy, vagy valami olyan dolog történt, ami nem jó az életbe, vagy fáj a lábod, fáj a derekad, akkor meghallgat egy jó tangót, egy jó keringőt, és minél sokkal jobb lendületbe vagy, sokkal jobb kedvedbe vagy. Tehát a másik meg a szellemi táplálék az az, hogy serkented az agyadat. Pláne az idős korban, amikor az emberek leállnak és nem akarnak dolgozni, mert azt mondják, hogy egész életemben dolgoztam, mostan nem dolgozok semmit, és akkor az ilyenkor az ember lebetegszik, tehát az agyát nem használja, és ilyenkor serkenti az agyát, mert azt mondja, hogy te, most a bal lábamot kell használjam, most a jobbat, mostan így kell forogjak, és a tánc szerintem az életnek a sója, tehát ez kell. Hogyan került az életébe a táncolás? Hát úgy került, hogy voltam egy bulin, és felkért egy lány, és nem tudtam táncolni, és az meg azt mondta, hogy csak ennyit tudsz, hát ez semmi. És akkor aztán kimentem az utcára, és láttam egy plakátot, tánctanfolyam, és illemtanfolyam. Beiratkozok. És azóta már magabiztosabb vagyok, és akkor oda tudtam menni, és bátrabb voltam, és a lányok értékelték, hogy én tudok táncolni, és tudom őket vezetni. Ilyen egyszerű. Sok helyen megfordult a táncolás kapcsán, és jellemzően milyen típusú munkákra kérték fel? Hát sok helyen fordultam meg, nagyon sok embert ismertem, tehát mondhatnám, hogy megismerem az embereket pszichológiailag, hogy milyen természetűek, stb. Ilyen viselkedésűek. És mindjárt észreveszem, hogy jó táncos lesz belőle, vagy rossz táncos lesz belőle, és nagyon sok embert tanítottam az egész életemben táncolni, de nem tartom észbe, csak kétféle embert tartok észbe. Aki nagyon rosszul táncolt, és akkor én észbe tartom, hogy az nagyon rossz, vagy aki nagyon jól tanulta meg a táncot, és így. Jártunk versenyekre. Visszatekintve, mi volt a legemlékezetesebb vagy érdekesebb része? Hát, nagyon sok emlékezetes dolgom van, de én táncoltam színházba is, hát az nagyon csodálatos volt, amikor a színészek háta meget, mi adtuk a táncrészt is. És volt, amikor eltévesztettük a táncot, de mi tudtuk, de is ilyenkor nem szabad leállni, blokkolni, tehát leblokkolni. Jaj, eltévesztettem. Nem szabad. Folytatni kell, és akkor úgy megtapsolták az ember, ők észre se vették. Tehát a közönség észre se veszi ilyenkor. Jelenleg Szegeden a Zöld Terasz nevű közösségi házban tart órákat. Kiknek és milyen célból? Hát, körülbelül ez úgy kezdődött, hogy volt egy illető, amelyik hirdetett egy tánc műsort, de szegény, nincsenek neki tanári
képzései, és ő már a versenytáncot akarta megtanítani. 30 nő ott volt, és egyik sem merte. És akkor én azt mondtam, én oda mentem, van egy önkormányzati képviselő, dr. Szondi Ildikó, amelynek felajánlottam, hogy én ingyen és alapszintű, tehát lemegyek a kezdőszintre, megtanítom az embereket, hogy tanuljanak meg táncolni. És akkor így kezdődött, hogy felajánlották ezt a zöldteraszt, és azóta tanítom az embereket alapszinten táncolni, tehát társasági táncokat. A társasági tánc az négy kategória, a standard, az az argentin tangó, az a bécsi keringő, angol keringő, vagy lassú keringő, hát is a rock and roll. Ez a négy. Sok tapasztalattal, sok évtizedes tapasztalattal hátta mögött, mit jelent önnek a táncolás? Hát nagyon sokat, tehát mondhatom, hogy sokszor már jön a reuma, jön a front, fáj a lábom, fáj a derekam. De amikor tudom, hogy szerint a négyre én kell menjek táncolni, akkor nem számít, hogy fáj a derekam, fáj a lábom, én kell menjek táncolni, és akkor elmúlik. És akkor, tehát mindig pozitív állítottság kell, és ilyenkor termelődik ez a boldogság hormon, ez az endorfin, és akkor nagyon jó vagy, amikor táncolsz. Pláni egy csinos hölgyel. És egyébként mivel tölti a szabad napjait a táncoláson? Hát, én idegenvezető is vagyok, kirándulásokat is tervezek, majd meg kell nézni a közilleti kávéházba, városbemutató órákat fogok szervezni, meg kirándulásokat belföldre és külföldre. Köszönöm, hogy itt volt, és a én is köszönöm szépen. Tapasztalatait megosztotta. A nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Sziasztok!